A Klassz FM bemutatja Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ha indul a reggel és kidett az ágy, ha már a csap feled habzik a szár, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Ha már utalvány meg pontgyűjtő rendszer, hétvégén mulattam egy kicsit a pesti éjszakában. Bejártuk a pesti éjszakán. És van felesre, meg van már pontgyűjtés. Sokat fogyasztottunk, tessék? Felesre van pontgyűjtés, vagy mi? Nem, oda jött hozzám egy srác, hogy adjak át egy ajándékot a Janinak. És mondom, hát nem voltam már azért annyira józan, nem is nagyon emlékszem, hogy miről beszélgettünk. Adj, de csak milyen arra jössz? És mondom, add ide, persze, mondom, ajándékot, hogy ne, így, persze, mert figyelj, hallgatja a műsort, és nagyon-nagyon kedvel minket, és legyeksz is átadni azt a kis ajándékot, és úgy vártam, hogy elővesz, ami becsomagolt valamit, és mondta, hogy ha ismer téged, hallgatja, és tudja, hogy ennek... megölelt? Nem, tudja, hogy ennek nagyon fogsz örülni. Elővett valami papír fecnit a kezéből, amiből így le lehet tépni egyet. Még mindig nem láttam, hogy mi az. Aha. Mondom, éppen egy nagyobb, nagy bakáris porrat szorongattam, fél literest, két deci rummal. Biztos, ami biztos. És nagyon helyes, mondom, nagyon szeretem, és mondom, nagyon letépett egy 300 forintos Erzsébet, tudom. És ezt elküldte. De láttam rajta, hogy tessék, hol van? Ez a baj, hogy nem abban a gatyámban jöttem, és még szombaton is eszembe volt, hogy nehogy elfelejtsem neked átadni, mert milyen szép hétfő reggel az, hogy megérkezem, hogy Jani, bulisztem egy kicsit, egy hallgatónk, aki nagyon szeret, küldött neked egy olyan még, egy 300 forintos Erzsébet utalvány, de a másik gatyámban jöttem, úgyhogy ne felejtsd el, hogy jövök neked 300 forintos Erzsébet utalvány, mert tudta, hogy ennek örülni fogsz, és mondom, figyelj ide, azt hiszed, hogy most ez víz, vagy valami, pedig de tudom, nem. Hogy örülni fog, és mondta, hogy nem, ő ezt komolyan küldi neked, mert szeretne neked örömet szerezni. És elküldött egy 300 forintot. Kezemben nem volt soha, de... 300 forintot, de most lesz. Erzsébet utalvány. Akart előtte adni valami más, akar már nem emlékszem, hogy nem, ezt nem, visszatette, elővett és odaadta. Azt tudom, hogy az szinte mindenre jó már. Igen. És amikor így a gosduban ott valaki 3-4-3, hogy kezedben nyom egy 300 forintos Erzsébet utalványt, hogy add át a Janinak, mondom. Drága barátom, nagy örömet szeretnél. Mire fogod költeni? Mit csinálsz? Nem tudom. Hogy osztod szét? Valamelyik hizé, itt tudom én, valami torkos csütörtök, vagy valami... Lesz még szülinapod? Lesz még szülinapod? Ne, tedd el. Nem, csak küldeni akarok én is valamit. Tehát, hogyha lesz valami, van biztos valami megkezdetlen otthon, egy ilyen bontömböm, vagy én nem tudom, micsoda, én is küldök neki ugyanebben az értékben valami. Jó, de nem találom meg, hogy nem emlékszem már, hogy se az, hogy ki volt, se az, hogy hogy nézett ki, se az, hogy hogy hívták, semmire nem emlékszem. Sajnos elkezdtem úgy berúgni, hogy elkezdtem felejteni most már egy-két éve. Be tudok úgy rúgni, hogy reggel nem emlékszem mi. Néhány dologra. Szépen alakulok. Várj, ez az Erzsébet utalvány sztori, ez azért jó, mert ez pont két hete jártak le, azt hiszem, vagy három. Igen. Az Erzsébet utalvány, és szerintem új még nincs. Nem fogadtam volna, sőt. Számon kértem volna, hogy ilyen ajándékot viszont ne küldjön a Janina. Az biztos, hogy most volt egy ma nagy kampány is volt róla, hogy május vagy június közepén lejárnak. És vége? Kész? Hát és majd adnak újat, de szerintem az még nincs. Azért osztogatta ilyen nagy lelkűen? Aha, akkor ez nagyon kedves tőle. Ez holnap már bekereteztetem, mint a múlt egy emlékét. Én behozom holnap, megtalálom azt a nadrágomat, amiben voltam. De mi péntek úgy mentél haza, hogy már nem volt rajta? Mesztelenül szálltam ki a taxiból, arra emlékszem, 4:30-kor. És a taxis még a popódra vett, hogy készítva egyet. Egy piros pöttyös nyakkendővel a nyakamban. Ha ez a vége, Balázs, máskor se hoz pénzt magaddal. Nagyon tetszett, leszek az állandó sofőröd. Mondta a taxis. Nem, úgyhogy megtalálom és elhozom neked. Mert ezt én a lelkemre vettem, és én ezt tudom, hogy ha valamit nektek küldenek, én azt mindig hétfőn átadom. Úgyhogy ez volt. Hát kaptam én már itt mindent. Na, hát de látod, hát hallgatnak, szeretnek. Stoppolófát. Most már van Erzsébet utalvány is. Kaptam a múltkor ugye egy ilyen pontgyűjtő akciónak a kis pontjait, amiket be lehetett ragasztani, de már lejártak. Na, megmutatom nektek, milyen képet küldött az egyik hallgató. Én, mert hogy imádom őket tényleg, hogy olyan dolgokat vesznek észre, meg olyan dolgokra figyelnek föl, ami szinte lehetetlen. Ugye van egy M3 nevezetű csatorna, és ott mennek ugye mindenféle ilyen retroadások, és a retroadásban valaki észrevette egy hallgatónk, és írt egy e-mailt is. És mondom az e-mail szövegét, mert hogy nagyon nagyon-nagyon kedves volt, figyelj.
Kedves Balázs, hogy lehet ennyire? Várjál, csak megkeresem. Ugye ez nem te vagy, mondd, hogy nem. Tessék? Egész eddigi munkásságodat felülírja ez a kép. Ne. Azt írta, hogy nézte az M3-at távirányított ragadót, és gyorsan csinált egy fotót, mert hogy észrevett valamit ott. És ezt megmutatom nektek. Ja, a Facebookon fönt van a fotó, ugye mindjárt megnyitja. Ott! Ó, oh, gyerekek! Atya úristen, te kellemetlen. Rendesen nyisd meg ki az ablakot rendesre. Várj, ennél nagyobban nem tesz. Itt van. Hát mi volt annak a szörnyű válbetegségnek a neve, ami miatt a bal vállad gyakorlatilag akkorára nőtt, mint a növényi Norbert. A fotó látszik Rózsa György. Gyönyörű nyakkendőben, de nagyon dizájnos ingben. Ahhoz képest ez milyen régi ez a fotó. Egészen jóvágású gallérú ingben egyébként. Minden nagyon szép. Talán a zakó is két gombos, tehát nagyon szép nyakkendő. Jó, a szokásos mosolyával. És a háttérben pedig feltűnök én 12 évesen, meglehetősen durcás feje, hosszú függöny hajjal. Hát a Kázió az nem hétzenés, azért azon látszik. Az ingre hívnám fel. Is van. Az ingre hívnám fel a figyelmeteket. Az előremutató. Hogy azért? Azért az ott van. Rettenetesen durcás fejjel ülök Rózsa György mögött, egy tévé felvételen gyerekek. Hmm. És erősen kell, mondjuk a kislány mögöttem már szintén oxigénhiányos állapotban van. Ő neki már felakadt a szeme. Neki már néha is. Neki már felakadt a szeme. Na? Hát ez, figyelj, ez nagyon ott van. Ez Jóval nagyon ott van. Nézel, nem tudom, bele a kamerába. Miért voltál durcás? Mert még akkor nem volt 45-ös a karod, mint amikor a kar kell egy ilyen újba. Mert hogy egyébként ez, nem tudom, mintha apától volt, vagy örökölted? Vagy... Az inget? Aha. Mert hogy egyébként még másfél olyan kar belefért volna, mint a tied. Jó, egy picit bő újú volt az ing. Itt már birkóztál? Itt már egyébként igen. Aha. Nyakig begombolva az ing, tehát szigorúan nyakig begombolva. Rózsa György mögött, ráadásul mögé ültettek, érted? És van a szememben egy ilyen kis féltékenység, hogy nézem a mestert. Egy dac, egy harag, egyfajta lenézés. Majd én megmutatom. Egyszer nekem is lesz egy ilyen műsorom. Lebigyedő száj egy kicsit az üzenet, igen, hogy mit keres itt ez a bácsi. Igen. Ugye? És ott az anyai. Nagyon komoly. Tényleg. Ott, aha. Ott van. Hát, hogyha ha bizonyíték hiányozna, akkor az anyai, ez ott van. Haj, azért egy jó fodrász, azért ez is el kellett volna, nem? Jó, fölteszük a Facebookra, most egy kicsit olyan dolgokról beszélünk, amit ha valaki nem lát, nem akkor élmény. Látni fogjátok, én azt gondolom, hogy ez több ezer lájkot fog szülni ez a kép, és remélem minél több megosztást is. Igen, mögöttetek, vagy mögöttem a kislányt azért ajánlom mindenki figyelmébe, hogy már ő sincs teljesen jó, vagy nem engedtek ki minket, és már nagyon kellett pisilnie, vagy 8 órát ültünk benne, és oxigén. Kislány arc kifejezésen az, hogy úristen, de fáradt. A kislány úgy néz ki, mint az Airplane-ben, akinek gitáros és kiütik a karjából az infúziót, amin keresztül egyébként... Tok, mi tok. Ami levegőt is. Figyelj, nagyon jó. És a Rózsa György arc kifejezése a standard, az ugye azért megvan az a fajta kajánság. Hát neki 30 éve ugyanaz az arca. Igen. Ő mindig ilyen kaján volt. Hogy mi a fenét csináltam? Elvittek ilyen csoportos tévéfelvételre? Vagy mi volt ez? Csak gyerekek vannak, ugye ugyanolyan korú gyerekek vannak mindenütt. Nem osztálytársaid? Nem, megnéztem őket, ezek nem a nyolcadikos osztálytársaim, őket imádom, meg név szerint tudom mindegyiket. Ez ilyen 500 és 1000 forint közötti tapsoltatás volt szerintem. De vere! Csak egy fagyiért. Ez szerintem simán. Hogy anyámék elküldtek? Gyerekmunka. Elküldtek gyerekmunkára, hogy menjek el. Látták valaha hirdetést az Expressben. Figyelj! Televíziós műsor felvételre keresünk közönséget. És beültettek. Megkaptam a kis 600 forintomat, mondjuk akkor az nagy pénz. Ugye már a játszóteret vigyük be. De hogy volt, hogy az MTV akkor iskolákból töltötte föl a közönséget a leglegre? Vagy mit csináltak akkor? Nem emlékszem erre. Ti nem voltatok ilyen TV felvételen, vagy nektek nem kellett menni? Nem voltak ismerősök a lányok meg a srácok, nem a birkozó klubba. Edzettetek? És a kislány se kislány volt. Igen, egy bajszos kisfiú, és Ákosnak hívták, csak hosszú haja volt. Új kígyósa, hogy jutottunk volna el a magyar televízióba? Nem volt ilyen, hogy ilyen gyárlátogatás a magyar televízióba kellett menni? Nem voltatok ilyen tévés felvételén? Nekem valami rémlik, ahol gyufából kirakták a parlamentet, és szerintem azon ültem én ott, valahol kint a Kunigundán, és ez szerintem ott készült ez a kép. Nekünk volt egyszer egy ilyen, néztük a tévét, és ki volt írva, hogy live. De hát nyilván nem volt kiírva, de tudtuk, hogy élő felvétel folyik, és azt mondja, hogy szegény Antal Imrével volt valami ilyen kívánságműsor jellegű történet. És hát
Halad, most van a felvétel, menjünk oda, mind, benne leszünk a tévébe. Hárman mentünk el, és utána vissza is tudtuk nézni tévéből, meg volt, aki jelezte, hogy jaj, láttalak benneteket, annyira jók voltak, nem történt semmi. Szegény Antilemre valamit konferált fel, és mindenki körülötte a kamerában nézett és integetett. Senkit nem érdekelt, hogy mit konferált, senkit nem érdekelt a műsor, az összes ember, aki körülött állt, és irgalmatlan élvezte a tévéfelvétel, az csak integetett bele a kamerába, a rokra, meg a haveroknak. És az volt a debütálás. És visszanézted? Persze. Igen? Persze. És azt láttad, hogy ott és meg... azt láttuk, hogy ízjel, hogy ott van. Az azt jelenti, csak a félfele állsz. Ott vagyok. De mi nagyon visszafogottam ülünk. Itt ránk lett pirítva. Tehát itt nem volt itt integetés, meg nem volt itt volt egy stage manager, aki gatyába rázott benneteket. A műsort nem lehet kikérni, hogy mégis mi volt, mert lehet, hogy többször magadnak is mutatnak, amikor boldog arccal ülsz, amikor vidám vagy, és együtt nevetsz Rózsa Gyurival. Hogy kacagva csapkodjuk a térnyőnket? Igen. Milyen durva lenne olyan felvételek lenni, hogy ilyen horgácbottal próbáljuk megpiszkálni a fülét, és beleakad a horog. Igen. Beleakad a horog a fejébe. Nem tudom, hogy mikor látta ezt a hallgató, aki elküldte nekünk ezt az e-mailt, de nem háromtól, szerintem ki lehetne kérni a archívból, hogy még ott mi történt ebben a műsorban. Volt-e valami közönségverekedés, kivezettek-e ott egy diákot, de az a baj, hogy semmire nem emlékszem. Hát szerintem ezt el kellene menteni. Hát ez gyakorlatilag az első dokumentált televíziós fellépésed, nem? Itt kaptam fényt? Igen. Ez volt az első alkalom. Most már azon gondolkodtál. Azért egy vagyok ilyen durcás, hogy... Így van, egy picit. Komoly témákkal is fogunk foglalkozni a Balázs Show-ban. Jó, nem csak ilyen hedrencs műsor lesz. Igen. Ha ilyen buborékot kéne rajzolni, az egyszer lesz egy saját műsorom. Úgy hívják majd Balázs Show. Igen, az arcodon ez van. Undorító ez a popkultúra. Csak a minőség jár az eszemben. De fölkértek egy iskolát, és beültettek oda a gyerekeket 4-5 órára. Hát milyen hogy spórolt hát az MTV? Hát figyelj, olcsó volt. De aki akad szemű kislány, aki ördögűzés előtt áll, ő ismerős volt, nem iskolatársad volt? Nem, megnéztem, nem tudom. Lehet, hogy csak én mentem egyedül egyébként. De hát nem, akkor semmire. Ha sulival mentetek volna, akkor ott az egész osztály megy. Ő anyádék tettek oda be. Igen. Kész. Te nem mentél, vagy nem vittek titeket is? A pesti gyárlátogatás az MTV központjában, a Kunigunnal, vagy akkor még ugye a központi tévében nem volt ilyen? Békés Csabára nem jutottunk be a lovas szekérrel, nem Pestre. A Békés Csabai televízióban nem volt ilyen? Nagy... Akkor még nem volt olyan. Nem volt még semmi? Ahogyis nem. De ilyen az országos a matek versenyen szerzett zsinórban 5. győzelmed, vagy a bajnoki címek, azok semmit? Tehát nem vittek fel a parlament? Ja, az egyfagyi. Én a parlamentbe se jutottam be, később mehettem már. Nem volt. Nekünk pesti osztálykirándulás nem volt. Salgótarjánban voltunk, ott sem volt helyi televízió, és egyszer Zánkára eljutottam, de az is az ifjúság és úttörő zenekarral volt. Voltam a parlamentben egy télnapi ünnepségen. De passzus, te miért jutottál el oda? Én nem tudom. Eminens volt. Én nem megtettem tudom. Azért, hogy elég proli legyek, hogy elvigyenek, meg elég hátrányos helyzetű, túl de pont azon a határon megálltam. Nem tudom. Arról nem szólt, ugye, soha. És akkor még nem is tudom, mi tényleg nem is Mikulás ünnepségnek mondták, hanem télapú ünnepség volt, és arról szólt, hogy bemeltünk a parlamentbe, ott föl volt állítva valami fa, és arra emlékszem, hogy úgy köszöntöttek minket, hogy köszöntünk itt mindenkit, és nagyon örülünk, hogy hátrányos helyzetű gyerekek is ide eljutottak. És körbenéztek. És ott ültem, és nem értettem, de nem tudom, hogy kerültem oda. De én nagyon fura helyekre kerültem gyerekkoromban, és mindenkinek osztottak párnát, mert a párnára ülhetél, mert jéghíd lépcsőn meg a kövön ültél. És tudom, hogy nekem nem jutott már párna. Úristen. És jött? Érted már, hogy miért? Jaj, Istenem. Nem jutott párna, és tudom, hogy egy órán keresztül ültem a nagyon hideg kövön, és rettenetesen fáztam, és nagyon irigykedve néztem azokat a gyerekeket, akik párnán ülnek. Majd kiszólítottak mindenkit, és... És volt ilyen, hogy bejött Jeli Stratov Szergej, és azt mondta, nu gyerekek, jönni gyed már az, remélem jól érezni magatokat mind. Elmondom, mi volt, amire emlékszem, megjött a Mikulás, kihívott random módon néhány gyereket, nem voltam közte, de nem kapott mindenki ajándékcsomagot. Tehát bendült 300 gyerek, és kapott mondjuk 15. Nem értettük, hogy mi alapján. Leadtak a Nupagagyiból két részt. Na. Nupagágyiból lement két rész, majd visszaadtad a párnát és hazamentél. Hidegkövön ültem, nem volt párnám. Biztos, hogy visszaadtad? Ja, neked nem is volt. Nem kaptam ajándékcsomagot, nagyon fáztam és hazamentem. Mert túl jól öltözött voltál. Az nem is igaz, hogy a hátrányos helyzetben nézd, milyen függöny haja van. Milyen menő az inget. Igen, már jönnek az SMS-ek, menő az inget, Bali. Bakker, te ölni készültél. Nagyon buta.
Szóval télapű ünnepség, Mikulás ünnepség, semmi erre nem volt. Soha? Nem, nem, a faluban, A faluban volt. Nekünk persze, hát olyankor ugye már nem lehetett árammal világítani, mert nálunk még nem vezették be. A kis ilyenek voltak. Nem le, elhülyéskedj. Hova jutottunk volna? Semmi. A faluba, bementél az osztályterembe, és akkor jött egy ilyen szánalmas Mikulás, akiről mindig tudtuk, hogy kicsoda vagy a portás bácsi, vagy a karbantartó. Menőnap, menő években. Nem tudom, hogy melyik volt a neked egy, vagy melyik volt a jobb, neked egy meghitt, aranyos, kedves a portás bácsi, hogy nekem ülsz a hideg kövön, köszöntjük a hátrányos helyzetű gyerekeket egyébként. Nem kapsz eddig csomagot, nincs párnád, megnézek két nupagágyi részt, majd hazamész. És sodrodsz ki a gyerek tömeggel, és nem érted, hogy hol voltál. Tehát mi ebbe a jó? Miért volt a vit? Mit csináltam? Miért adtak ide be? Miért vagyok büntetésben? Lehet, hogy a tiéd jobb volt egyébként. Sokkal, és mi kaptunk ajándékot is. Vagy almát, vagy szalmabálát, ez a kettő. Jó volt ott a jó Ferike, egy darab szalmabála. Így van. Nézd, ez pedig vetési burgonya. 20 kiló vitt haza a háton. De a gyermekként ez nagy áhítat egyébként. Nagyon és aztán dolog. Annyira tudsz csalódni. Csak rajtad hogy... nem látszik ez az áhítat, igen. Mert úgy lát, te rácsodálkozz ezekre a szituációk, mi a francot keresek itt. Ajándékot csak adtam, párnám sincs, és aztán a Rózsa Gyuri felvétel. És nekem egyébként picit úgy tűnik, így a, most már itt van előttem a Facebookon, nagyon sokan lájkolták már, hogy egy kicsit, mintha anyukádnak üzennél. Hogy? Hogy ez miért? Még keservesen megváltva. De nem lehet, hogy rossz voltam, és ez volt a büntetés, hogy néha elküldtek egy ilyen Mikulás ünnepségre, néha adtak a beadtak a Rózsa Gyuri mögé tapsolni egy négy órás felvételre, ahol a parlament, én még arra is emlékszem, de most már egy kezdenem, meg mondom, hogy a parlamentet rakták ki gyufába, és ez konferált a Rózsa Gyuri, hogy nézzék meg, micsoda teljesítmény, de fogalmam nincs, hogy ki kell, milyen osztály, milyen iskola, tehát semmire nem emlékszem. De most így a stúdió. Ezért álltam bosszút a Balázs Show-ba. Nem, ezért álltam bosszút az ingemmel. Jó, rendben van. Ha így akarjátok, akkor felöltözöm. Rózsa Gyurival, apám ingébe? Igen? Na majd akkor. Na majd akkor lesz nem ulas. Hogy maradnak ezek meg ilyen gyermekkori emlékként egyébként, nem? Tehát tényleg nem lehetem... Igazából az a megdöbbentő, hogy ezeket a műsorokat mind a mai napig ismétli. Márhogy a Rózsa Gyuri műsorokat, igen. De hogy egy ilyen Mikulás ünnepség is valahogy így nem tudod, hogy miért pont az az emlék marad meg. Tisztán emlékszem a karácsonyfára, a párnaosztásra, hogy ez így annyira traumatikus akkor szerintem a kudarc miatt, nem? Hogy van egy ilyen gyerekkori élmény, ami egyszerűen így beég, nem? Egyszerűen nem felejted el, és utána egy csomó minden történik, amit az agyad elenged. De egy ilyen Mikulás ünnepség például... Jó, azért erre te nem emlékeztél. Erre nem. Na látod, erre pedig nem, csak amikor meghatározó megjött. Élmény. Figyelj, de ha a farmer megvan, én átveszem. Még az jó. A durva, hogy szerintem jó lenne rád. Szerintem is. De most így nézem, hogy nem olyan rossz. De már kitöltenéd az ujját. Na jó van. Takarékos volt anyukád, úgy vásárolt, hogy jó legyen jövőre, meg azután is. Bali a Facebook lefagy miattan. Igen, de tanulságos a kép egyébként, egyetlen vidám ember van rajta, Rózsa György. Na jó, de hát ő persze. Igen. Ott voltak a mindenre éhes kis diákok, nézték, hogy a mester, hogy a master hogy csinálja a, érted, a show-t, hát ő ennek örül, persze. Az Encore-on fent van a leg. Le lehetne tölteni az egészet? Szerintem simán. Hun HD. Igen. Bali, azt hitték vízfői vagy, a Gyuri bácsi nem mert hátra nézni. Igen. A mögötted ülő lány megszállta az ördög. A szemei. Egyébként a szemei fennakadtak. Picit olyan. Tehát lehet egy ilyen Rózsa Gyuris ördögűzés volt egyébként. Igen. Vagy nem. És ahogy jövök a mai játékunk kérdése, a mögöttem ülő gyerek közül itt szállt meg az ördög. A telefonszámunk. És hát szerintem egyébként vaciláltak, hogy ki a tébolyú tekintetű kisfiú a függöny hallja, majd pedig mögötte. Lehet, hogy megkeresem egyébként ezeket a nézőket, azokat, akik azóta fölöntek, összefogunk és bepereljük az MTV-t. Még gondolkozom rajta, hogy pert indítok. Ezt a traumát, hogy beülni Rózsa Gyuri műsorába és nézni 4 órán keresztül egy gyerek oxinhiányos állapotba kerül fel. Berakad a szeme, hogy mi történt. Én már nagyon durtás vagyok. Tehát Emily Rose-nak hívják, és készítettek róla később egy mozifilmet is. A műsor? Tölti a Laci a műsor. Ja, már szeded le? Hát ez nagyon jó. Nem biztos, hogy akarom látni. Jó, figyelj, elég a fotó, nem kell engem rommá égetni. Tehát, hogy jó. De hát, ha még előkerülsz. De nem lehet, hogy egyébként, hogy ennek volt egy előzménye olyan értelemben ennek a fotónak, hogy ez az egyetlen komor pillanat, amikor már rohadtul rátszoltak. Jó van, kis függönyhajú köcsög, most már tényleg maradjál kusba, mert nem tudjuk megcsinálni ezt a rohadt felvételt, és a Rózsa úrnak is van más dolga. Nézzél már magad mögé! Ráadásul, nyissatok meg az ablakot, a kislány nem kap levegőt. Én mondom, hogy pertársat állapítok. És itt rátszoltak, mert látszik, hogy vádló a tekinteted. Igen. Látszik, hogy valamit nagyon kikérsz magadnak.
hogy miért engem cseszegetnek azon az arcán. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Michael Jackson dal, gyerekek, és Justin Timberlake. Ez egy vadonatúj dal, és szerintem baromi jó. Tehát most ez így... De hát Michael Jackson már meghalt. Igen. Előkerülnek a fiókból folyamatosan olyan dalok, amiket Jacko nem fejezett be. És ehhez a dalhoz egyébként Justin Timberlake még hozzáírt egy kicsit szövegben, és így tették össze ezt a dalt. Rengeteg befejezetlen dala van még, amihez vagy egy kicsit hozzáírnak, vagy majd engedik, hogy hozzányúljanak. Na, ehhez engedték. Mi volt és... meg az eredetéből az, hogy sika-csika? Nem, hát annál azért egy nyilván több. De hogy... Ez a posztumusz albumának a nyitódala egyébként, mert hogy megjelent egy album a halála után, ami döbbenet, ugye, de hát ez ugye Elvis-től is megszokott volt, a Beatles-től is, nagyon sokan csinálták, rengeteg John Lennon dal került elő, és nem fejezte be, bekerült a fiókba, valahogy előkerült, írt még hozzá néhány verzét a Justin, és így lett ebből ez a dal. Meg az egész album egyébként, amihez nagy előadók hozzá nyúlnak. De hogy mennyire jó még most is, nem? Tehát ha ez a dal ez most elkészült volna úgy, hogy kijön vele a Jacko, nem ír hozzá a Justin semmit, tökéletesen akkor működik. Ugye? Hogy döbbenet egyébként, hogy mennyire Jacksonos volt. Elviekben szerintem az is előfordulhat, vagy az is a jövőben mondjuk így megszülethet, hogy azokból az eredeti hangmintákból, az eredeti dalszövegekből ugyanabban a stílusban írnak majd egy dalt, mondjuk ha már Jacksonról beszélünk, akkor simán le lehetne venni. Mondjuk az ő énekhangja megvan külön. Sávokon gyakorlatilag össze lehet bakolni belülök bármit. Hát ha nem simán ő csinálta, lehet reprodukálni azt a hangszint. Ha bárkit meg lehet, az Elvis-t is, a Beatles-t is, igen, csak hogyha nem ő csinálta, az ugye akkor egy kamudalnak felel meg. De ezeket ő írta. De ha így is vezetik fel, akkor is lehet világszenzáció. 1983-ban csinálták meg ezt a dalt. 1983-as dal, amihez most még a Justin hozzáírt néhány szöveget. 30 éves. 30 éves. Hogy szól ez a dal még mindig, és milyen, ha valaki ezt majd újra meghallgatja, vagy hallotta. Szóval ez zseni volt. Zseni volt. Na, de jó, hogy ezt játsszuk, ennek örülök. Lassúcska, de szerethető. Ilyen ingben vannak Bali a csillagban az elítéltek. Eltávod kaptál a fiatal körülök börtönéből, kérdezi valaki. Egyébként a leg. Böring, tényleg böring. Böring, tényleg böring, igen. Benne mély nyomot hagyott az, amikor apukám erőszakoskodott, hogy lépjek fel a Mikulás napi ünnepségen egy dallal. 28 éves vagyok, és azóta is azt dalolom, sőt még a gyerekeimnek is ezt tanítom. Írja nekünk egy hallgató. Balázs, olyan vagy ezen a képen, mint egy gyerekfilm gonosz főszereplője. Zsolt küldte nekünk. Bali, ha nagyon kellett kakilni, miért nem kéretőztél ki? Gyuri bácsi kiengedett volna, nem kellett volna ennyire szorítani. Sátán Ferike húga van mögötted? Bali, már akkor is bukszaszájú voltál. Jó, gyerekek, hát most de ezt őszintén felvállalni, ez sokkal jobb egyébként, nem? Meg mindenki nézze már szét a fiókban, hogy mi van gyerekkorban. Nézzétek meg a ruhát, nézzétek meg azokat a farmereket, nézzétek meg azokat a cipőket, érdemes egyébként. Na, van egy nagyon jó teória, Benjamin nevű hallgatónktól a Facebookon. A Balázs a műsor előtt tudta meg, hogy nem őt választották a Dawson és a haverok főszerepére. Igen, és nagyon marci lettem. Igen, Bali már akkor is igényes volt a hajad. Látszik, hogy frissen van vasalva. Látod? Nagy betűvel van írva végig. Nem. Igen. Szia Bali, muszáj fikáznod? Én vagyok, aki ott ült mögötted. Forgatás után elmentünk fagyizni. Aláírás Gabi. A fennakadt szemű lány. Igen. Ha valaki esetleg nincs Facebookon, föltesszük a morningshow.hu-ra is, jó? Hogy ne zárjuk ki azokat, akik esetleg nem szeretik a Facebookot. Úgyhogy ott is meg tudjátok nézni. De később egyébként úgyis ki fog jönni Blu-ray változatban. És rendezői. Itt van mi? Csak mondom, hogy Laci letöltött az egész adást, tehát meg tudjuk nézni, hogy milyen felvételen voltam. Meg tudjuk nézni, hogy mit csináltam. És a folyamatot is. És a folyamatot is, hogy aminek a következménye ez. Ez a fotó. Amit láttok. Hogy volt az elején mosoly és taps, vagy végig mindenki tapsolt. De az milyen menő lenne, végig mindenki tapsolt, és én ülnék ott végig. 60 percig durcásan. Nem? A középső ujjad a feltartalán. A kis fagyar fejét vigyétek vál onnan. Függönyhajú, tapsoljál már. Gyurikám, magadnak egy lépést jobbra légy szíves, mert az a gyerek a háttérben megáll az eszem, kiengedi be ezeket. Mert az ültetésnél direkt nézik az arcokat, hogy a műsorvezető mögött ugye kompatibilis ember legyen. Ha hogy került oda a Balázs? Ez alapján, a kép alapján. Ezért gondolom én azt, hogy az elején még nagyon vidám lehetett, túl vidám is.
Gyuri bácsi. Nem köpölcsövezte Gyuri bácsi? Vagy nem volt valami, ami miatt rád szóltam? Nem tudom. Azt tudom, hogy kirakták a rohadbányos parlament egy gyufából. De hogy édesanyám írt, hogy ő sem emlékszik, hogy valaha lettem volna a tévés felvételen. Persze, nyilván most már tagadja a drága mama. Persze, mi ők küldtek oda. 500 forintért. 520 000. És elvették a pénzemet utána, amit megkerestem. Na jó van. Bali, tisztellek, őszinte vagy, de nőiesen durva. A gyerekednek nem utas meg, Bali, mert beáll automatikusan a sarokba. Helyettem vállalja a büntetét. Morning Show! Együtt ébredünk. Morning Show. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Láttátok, a nyilván... Nem nézitek, nézse, csak a Viki... Akkor már tudod is, ha választok kérdésre. De szerintem igen, mert te is mutattad nekem, csak kicsit így direkt kérdezem. A Viki mutatott nekem egy képet hétvégén, hogy hogy akadt rá, nem tudom. Hajdú Péter Facebook oldala. Mert nézi. Hát hogy akadt rá? Mi az, hogy hogy akadt rá? Hát Hajdú Péter élete az... Én nem tudom, én nem ismerem még elég a feleségemet, mert ezen meglepődtem, hogy mit csekkolja Hajdú Péter Facebook oldalán. De nem is ez a lényeg, hanem... Utána valóban megértettem, hogy ezt érdemes csekkolni, mert egy fotó van Hajdú Péter Facebook oldalán, hát egy kettő mondatot beszél már róla. Szerintem, hogyha a szórakoztatási faktort nézzük, akkor zseniális. Az egyik legszórakoztatóbb Facebook oldal Hajdú Péter. Zseniális. Igen. Azt mondja, hogy 2 órával ezelőtt tették ki, ugye van a felirat, reggeli edzés, hedvéjjel. De ez hogy van, hogy Hajdú Péter a kertben tartja hedvényt? És néha a kertből előjön gyorsan, aikidoznak egyet, és utána hedvény visszamegy egy ketrecbe? Vagy tehát mit csinál a Hajdú Péter, hogy hedvény mindig ott van? Mert tudtuk ugye, hogy a frisbee-ben általában felbukkan. Sőt, ha egy vendég lemondja, akkor a hedvény fölállt a közönség soraiba, beült és csinált vele a Hajdú egy beszélgetés. Hát ő volt a Jolly Joker. Az van egyébként, hogy ő általában mindenhol felbukkan, ahol ott van a Hajdú család, mert hogyha megnézel a Facebook oldalát, minden harmadik kép hedvényjel készül. Igen. Kevesen tudják róla, hogy 4 danos aikido mester. Ezt még tényleg kevesen tudták hedvényről, leginkább azért, mert senki nem tanulmányozza a hedvény oldalán. De hogy aztán kiderül, hogy több kép is van hedvény. Ők együtt élnek? Vagy Hedvé egy házi mókamestere a Hajdú családnak? Adnak rá egy csörgősipkát, egy piros orrot, és utána Hedvé szórakoztatja ott a tömegeket, akkor meg a gyerekeket? Hogy van ez? Hogy van ez? Kicsoda Hedvé ott a Hajdúnál? Ő a mindenes, ő a gondnok. Ő a fűnyíró, a házmester, az őr, a kertész, a szakács és a bohóc? Figyelj, vagy ő micsoda? Fölmentem egyébként, amúgy Hedvének is utána néztem, és az ő oldalán, illetve hát az egyik oldalon azt találtam róla, hogy ő egyébként tényleg aikidozott, azt mondja, hogy ő American futbolista volt, és egyébként pedig ezen felül még practices aikido is. Aha. Praktizes. Tehát, hogy ténylegesen. És valószínűleg ő egy ilyen állandó fellépő, testőr, hogy hívják, személyzet, barát, nurse, babysitter, és még minden más. Mindenes. De hol lép fel Hedvé, mert itt egy retro sztár, de szerintem ki... Hát most láttad a Hajdúék előkertjében a kapu mellett. De az, hogy egyébként a Hajdú kockás rövidnadrágban, sportcipőben, az nyitott kertkapunál azért, aki ott elmegy, ugye? Mert hogy lássák, hogy a Buda Beverly Hills-én az... Ő közvetít egy jó, érted? Egy jó dolgot közvetít. Zseniális. A kép az zseniális. Az nagyon jó. Zseniális. És egyébként ő nagyon tiszteli Hedvét, és valószínűleg egy picit tart is tőle, mert hogyha megnézitek, akkor a póló alá begyömöszölt egy dunyát. Igen, de most Hedvé lett az az edzőmestere, vagy a személytrénere, vagy meghalt a Hajdú személytrénere, mert látva ezt a fotót, a Hajdúna ez most hosszú idő után most pozog először újra. Tehát keverjük a stílusokat, most ez itt a különböző harcmészeti stílusok találkozása, mert ugye a Péter az karatézik, Hedvé pedig aikidozik, nem ugyanaz a kettő, ez egy karaté, ez a ki a jobb, a kung fu vagy a karate. És tudnak egymással mit kezdeni, szerintem? Szerintem nem, mert hogy az egyik karatézik, a másik azért pedig aikidozik, ért az egyik dobni akar, a másik meg ütni akar. És honnan jön Hedvé? Tehát ő lehet, hogy kis tartsál, és átmegy a Hajdújékhoz, hogy Hedvé nem lakik itt, leszáll Feri egyen, és Hedvé goes to Hajdú, és akkor megy a Hajdújékhoz. Ez a nagy Hedvé rejtély. Vagy fölhívod a Hedvét, hogy Hedvé reggel edzünk, és akkor ő azt mondja, hogy igen, és igen. Fölül a repülő. Nem hiszem. Szerintem nem. Ő itt él valahol, ott Buda Beverly Hills-ében, ahol ugye a Hajdú család lakik, és átjön egy másik házból. Igen. Vagy pedig lehet, hogy már a kertjében épített a Hajdú egy kis Hedvé kuckót, nem? Biztos, hogy van egy ilyen összkomfortos a praktiker faházott ház. Túl, amiben Hedvé lakik, és egyébként edz éjjel-nappal, és éppen annak megfelelően készül, hogy mire van szüksége a családnak.
nem lehet, hogy ők rokoni kapcsolatban állnak egymással? Hát nézd, nem. Hát, hogy egy ilyen a mama vagy a papa valahol egyszer valamikor egy kuntakintével félrenézett kicsit, és abból egy ilyen fura rokoni kapcsolat lett, ez nem lehet? Hogy Hajdú bácsi esetleg egy kiküldetésen Kubában? Vagy esetleg ő a két gyerek benézett egy fűszaknya alá? Benézett egy fűszaknya alá, vagy valamik nagypapa, tudod, valahol, Hajdúbán, nagypapa, nagy-nagy-nagy, szépapa, ükapa, valahol egyszer valamelyik ágon félrekanyarodott, és Hedővé és Hajdú egyébként testvérek. Hedővé és a Hajdú. Tessók, hát figyelj. Hasonlít is a családnév. Nekem miért nincs egy ilyen barátom, mint Hedővé? Én akarok egy ilyen házi mókamestert, mint Hedővé. Ha kell. A barátja, ne legyél Hedővé. De mondjuk a Péter én akarok egy ilyen Hedővé. Tessék? Péter ne legyen Hedővé, így Hedővét mindenkinek. Tudom javasolni neked Pákót. Hát ne, én egy Hedővét akarok. Legyen egy Hedővéje mindenkinek. Mondjuk az elképzelő, hogy Pákó önvédelmi gyakorlatok az előkertben, és az első mozdulatával hasba szúr egy gyakorló késsel, és akkor azt mondod, hogy jó, akkor most ennyi már a Pákó, bocs, te. De hasonló nagyság kéne neked is, mint Hedővé. Tehát egy letűnt, egy retrosztár. Egy DJ Bob. DJ, én is arra gondolom. Ott lakna nála. Ha Hajdúnak lehet Hedővé, nekem miért nem lehet egy DJ Bobom? Én miért nem gyakoroltok a kertemben vasárnap reggel DJ Bobóval? Hát kikérem magamnak, tessék? Tudsz elkidózni? Hát ahogy a Hajdú tud, úgy én is tudok. Tehát, hogy látva ezt a mozdulatsort, figyelj, ennyire biztos, hogy tudok én is. Miért nincs egy DJ Bobó? És akkor ő lenne egy a kertész, ő vágná a tuját. A DJ-t ezt felejtsd el, mert Bobó. Ez nem elég közvetlen Bobó. Oké. Bobó, gyere ide. Bobó, edzés. Itt vagyok, kis gazdám, itt vagyok. És lenne egy Bobom. És ő lenne az egykori DJ Bobó. Merre vagy, Benny? Bobó van. Bobó, engedd be a gyereket ebédelni, majd utána játszatok újra. Itt kellene, hogy üljön minden reggel veled, Bobó. Mert ugye a frisbin is ott van a Hedővé, mindig. Hát itt csak itt csendes megfigyel. Bobó, másik oldalon Góliát. Igen, ha úgy érzed, elfáradsz, akkor csak szólsz, Bobó. Volt egy ilyen képregény. Bobó és Góliát. Ezt mondod, igen, valami szuper távcsővel odahoppanáltak, ugrottak, imádtam, Bobó és Góliát. Na. És abból lenne nekem Bobom. Aki ugye egykoron tudjuk, hogy DJ Bobó volt, hát már Hedővé is lép fel sehol, kivéve mondjuk a Turkevei Vattacukor Fesztivál. Tehát én nagyon... Jó, akkor a Hajdúböszörményi nem tudom, tandem találkozó. Most miért bántod a Hajdú? Miért bántod a tandemeseket? A Csúsza Fesztiválon találkoztál Hedővéjére? Tényleg? Hát nem volt írva, úgy volt, hogy báj Alex, és utána. Utána felép Hedővé? Utána Hedővé. Ez a nagy Hedővérejt. És a Csúsza Fesztiválon volt olyan díját adó, ami mondjuk így a Hedővé átadhatta volna, hogy mit a Miss Perc. Miss Perc választása, amit mondjuk Hedővé jött volna. Azt nem tudja értelmezni. Na mindegy, gyerekek, ez egy nagyon érdekes kép, de szeretem. Szeretem ezeket a képeket. Én is tanulmányozni fogom ezeket az oldalakat. Figyelj. Csinálni kéne már egy Facebook profilt magamnak. Hát ha ennyi érdekes dolog történik, és ennyit lehet nevetni, hát akkor csinálok magamnak. Csak mondom egyébként, hogy valószínűleg most Hedővé vagy nagyon messze lehetett a felső vagy az alsó kertben, vagy eltévedt egyébként ott a valamelyik az országos kéktúra útvonal, ami ott megy el a Péterék mellett, mert hogy három kép is van fönt a Facebook oldalán közvetlenül. Hedővének? És mindegyiken rajta van a Hedővé. Az első kép ugye ez a bejöttél a kertembe, Dick Máhe, megállítalak. Próbálj megállítani te is, igen. Ez az önvédelmi mesteri gyakorlat. A másikon Dáviddal látható, Péter gyönyörű szép kisfiával, ott tartja a kezében és mélyen a szemében, és picit eltolja magától Dávid Hedővé bácsit, majd nézzétek meg. Hogy azért, ő nem annyira örülne. Igen, neki ez nem tetszik. Azért ott van benne egy pici kis félelem, én úgy érzem, de Hedővé nagyon-nagyon-nagyon mosolyog rajta. Harmadik képen pedig ott van Kata, Péter és Hedővé bácsi, és Hedővé bácsi úgy rámart a Kata néninek a karjára, hogy én hogy, azért... Hogy konkrétan üszkösödik a Kata vállam, ami megállt. Én azért dumálnék vele, hogy... Tehát nem lehet, hogy ott egy ilyen belső harc van a Hajdú családban, hogy a Hedővé és a Hajdú csatázik, mert a Hedővé úgy markolja a Katát tényleg, hogy azt mondja, ő már az enyém. Uh-huh. A fenevad elejtette. A fenevad elejtette Hajdunét. A szörnyetek ismét rabolt. Erra volta a Hajdunét. Ő már az enyém, de a Péter nem tudja, mert ő belenéz a blendébe. Hát ő akkor igen. Lehet, hogy a Hedővé ezzel titkon üzen. titkon üzen ezzel. A Hajdúnak, aki majd csak otthon veszi észre, amikor megnézi ezt a képet, igen. hogy rárabolt a nősténre. És már Hedővéje a Kata, és nem a Hajdúé. Nem lehet? Vagy ez egy ilyen Hedővéért menő csata, hogy ki é Hedővé, a Katái vagy a Hajdúé? Vagy mi történik ott? Ezt valaki magyarázza meg nekem. Testőr is. Ennyi. Tehát, hogy ő tulajdonképpen testőr is.
Igen, valaki azt írja, és ebben lehet valami, hogyha megnézzük jobban a Hajdú nevét, akkor az Hajdú Bay. És akkor... Ja, ne! Hajdú Bay. Hajdú Bay. És akkor így, így lesz ő ugye a Hedvének az uncsi tesója. Nem lehet, hogy egyébként azt mondja, hogy... Hogy a képeknek a sorrendjéből ki is lehet következtetni magát a sztorit. Tehát először ez elkészült, hogy ez a kedves kép itt van, milyen pizzéria előtt, ahol látszódnak. Péter megnézte a képet visszamenőleg, és látta, hogy Alexander Nestor, mert hogy ezek a keresztnevei Hedövének, hogy Alexander rámart egy kicsit Katának a karját. Rámart egy kicsit a Kata, igen. Úgy szorítja a Kata karját, tényleg, hogy Lilula Kata. Igen. És ezután kihívta a Hajdút? Nem, ez egy picit így rosszul esett a Péternek, és akkor mondta Alexandernek, hogy gyere, dumáljunk már elől egy kicsit, mert hogy azért mégiscsak érted, a tenyeremből leszel, a házamban élsz, és most meg még markolászod a bal karját és a csajom. Tehát akkor első kép csajmarkolászás. Így van. A második kép a gyerekes. Béküljünk ki a gyereke. Alibit akart, hogy hogy látod, igazából nem arról van szó, hogy csak rámartam a Katára, hogy nem, hogy imádom a családod, a gyorsat. Gyere csak ide, Dávidka! Dávid eltolja. Gyere, gyorsan csináljuk egy közös képet, Dávid. Igen, tolja el magát. Dávid leveszi, eltolja, hogy ez egy kamukép, nem igazi szeretet, és az végén az utolsó kép, amit mi elsőnek apostrofáltunk, az amikor az nem edzés, hanem enyém a nőstény, nem enyém a nőstény. Hajdú Péter megpróbálja kirakni Hedövét a saját házába. Ja, hogy ezért van nyitva a kapu. Kép aláírás. Hajdú elkeseredett küzdelmet folytat, hogy kirakja Hedövét a lakásából. Hedővé ellenáll. Ez a kép aláírás. És mivel valószínűleg nagyon elpusztította Pétert Hedővé, ezért gyorsan kiírta Péter, hogy ő egy négy oldalú sájkidos mester, hogy ne legyen annyira kellemetlen. Hát hülyék vagytok, persze, hogy titeket is lepusztítan egy négy danos. Igen. És van egy olyan kép, ahol Hedővé, vagy valóban Hajdú már csak egyedül van egy strandon. Tehát valószínű, Hedvé annyira elverte, hogy elmondta Hajdúnak, hogy enyém a nőstény, de most egyedül lemész a strandra, és az már a kép aláírás, hogy nagyon kikaptam Hedvétől, egyedül kell a strandra jönnöm. Napszemüveg is van rajta, hogy ne látszódjon a monokli. Szomorú vagyok, egyedül vagyok strandon. Hedvéjé a nőstény. Illetve még azért ezt nézzük meg, hogy ez a kép ez csak a felső testét ábrázolja Péternek, tehát könnyen lehet, hogy az alsó testét leszakította Hedvé, és rárakta egy ilyen szobajnasra, és kitolta a napra. Simán lehet egyébként. Amúgy az edzéses, verekedős, kinek a csaja képes fotó, hogyha mondjuk egy nagy panoráma fotó lenne, akkor lehet, hogy látszik rajta Kata is, ahogy rohan feléjük, és ne csináljátok! Ne szakítsd de. Szóval akkor lehet, hogy a Buda Beverly Hills-e bár Hedvé az úr? És ott ül egy kis koronával, egy kis jogarral, egy kis országalmával a kezében, és a Hajdú kertészkedik a saját házában? Egy gyomlája a tujákat? Én simán lehetom kézzel. A gyerekek, ezek nagy rejtélyek. Tényleg föl kéne már mennem Facebookra, ott ilyen érdekes dolgokat lát az ember. Azt hittem, hogy a Péterékhez körülnézni egy picit. Nem voltál még, hát csak meghívott. De voltam már náluk. Hát akkor meg minek menjünk. Kiabáltam is a kertben, hogy Hedövé, szeretnék vele találkozni, gyere ide, de sose jött. Amikor én ott voltam, sose jött elő. Még nem voltam persze, sokszor. Persze, zárva volt az ajtaja. De lehet, hogy megijedt. Lehet, hogy ő megijed az idegenektől, félős egy kicsit. Ott kellett volna lennem többet, és akkor előjött volna. Nekem nagyon barátságosnak tűnik. Nagyon barátságosnak tűnik. Mondjuk lehet, hogy itt már le van nyugtatózva, de hogy tényleg, hogy megpróbálok finoman fogalmazni, hogy nem keltene benned vegyes érzéseket, azt, ha látnád, hogy Hedővé markolásza a Vikinek a bal karját, utána pedig a Bennyvel, hogy jöjjek, sergőzik. Hát ha családtag, akkor nem. Ha ez egy presztízs harca, hogy mi ugye megcsináltuk a kép aláírás, és éppen azért megy, hogy kié legyen a bérlemény, meg kié legyen az asszony. És Dávid is most már az én gyerekem. Tehát lehet, hogy a Hajdú most fogolja saját házában, és egy szájába tömött biliárdgolyóval ül a gardrobba. Egy nyakkendőbe fölkötve egy fogassal, Hedővé pedig ott uralkodik már a családon. Hogy neki is van most már, de nem kis faháza, hanem egy kis praktikeres kutya óla, amire ki van írva, hogy Peter. ott kell laknia. Na mindegy. Hát gyerekek, ő beépült a családba. Hát most csak irigyek vagyunk, mert nekünk nincs tényleg egy ilyen nemzetközi barátunk. Igen, én picit sajnálom, nincs ilyen a virágnak. De most nem lenne jó? Te kit szeretnél magadnak? Ki a virág kedvence? Most kire gerjünk? Neki Péter bejönne szerintem. Most még nem mertem megmutatni, mert az a baj, hogy a kasszába is majdnem beleszeretett. De mi szereti az én nagy darab kicsit elhízott férfiakat? Szereti. Igen? Igen, bejönnek neki. Miért? Nem ezt kóstikus. Látja otthon. Miért? Pont ezért. Igen. Mindig azt kell neki a vincs. Úgyhogy szerintem a Péter bejönne neki. Igen. Most nem mertem őt még megmutatni. De mutasd be neki a falusi Marian. Hát, Marian cuki, tehát hogy szerintem ővel is egyébként nagyon jól járnom.
De azért kellemetlen lenne, hogyha Péter bele szeretne. Külföldi sztárokból kit kérne most? Mert ugye van egy Bobunk, van egy Edwin, nálad ki lenne? Fú, várjál, Meatloaf. Igen, vagy Bud Spencer. Carlo Pederzoli. lenne egy saját kis Carlo Pederzoli. Szereti Bud Spencer? Igen. De akkor előbb-utóbb akkor az lesz majd, hogyha ilyen 16-18 éves lesz, és beállít egy ilyen kicsit pocakos, ilyen kis izépalival, az neked kemény világ lesz. Hát csak mondom, hogy egy ilyen sportolt, jóvágású, jósvádájú fiatalember legyen mellette, és egy ilyen kis pocakos, ilyen kis elhízott, ilyen kis mama kedvence lesz. Kassa Tibi és Tarány Tamás. De most komolyan. Akkor tényleg rá van állva. Tényleg rá van állva az én. Imádja ezt a típust. Imádja ezt a típust. Megérkezik majd egy ilyen mackósakat. Megérkezik majd egy ilyen kis Danny DeVito-val. Nézd, apa, ő a pasi. Miért rugat? Miért nincs itt a hús? Hát nálatok mondjuk nem lesznek nagy családi ebédek. Én egy... Vagy lesznek, de nekem nem csak emiatt. Tehát nálad van majd a ki lesződ, a vejed? Igen, a vejed. Ugye a vejed? Én egy picit tartott tőle, mondjuk nem egy környéken lakunk, mert mi azt nem tudnánk megfizetni, de hogy tényleg egyszer kimegy játszani a Tatabánya térő virág, és aztán jön haza, és akkor nézd, apa, kivel frizbiztem együtt. És ott lenne a Hajdú Péter. Igen. Bari, amikor a Hajdújéknál voltál, azt kellett volna kiabálni, hogy what is love? És akkor lehet, hogy előjött. Nem, csak azt kezdem, hogy hakni. És rögtön kirongyolt volna a hátsó kis házikóból elő. És a fotó hogy készült? Vajon, hogy megkérte akart egy gyerekkel? Ez igaz? De nem úgy, hanem megnyomtak egy gombot a telefonon. Beálltak így. Na jó, most jó a fény. Nagyon jó a kérdés, hogy ki készítette a fotót? Na? Kata, a fogjulejtett Kata. A szabadság reményében. Igen. A fogjulejtett Kata készített. Amíg működőképes jobb kezével, mert ugye a bal az elhalt. A balt elszorította. Hedvei az óriás. Igen. Kelly Family-t kellene nekünk egyébként a kertünkben. Na, azt szeretném. A Kelly Family néhány tagját. Nálam nem férnek el. Egy évre vendégül láthatnám őket. Zöldségkába szakállal. Bányász lámpával csákánja. Ott dolgozzanak a kis... Ti törpének kártyázban. Kis kertecségben a Kelly Family. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Hol lehet most ő? A kicsi. Mit csinál? Szerinted most ebben a pillanatban, így negyed tíz után 3 perce. Nem, megígértem neki, hogy nem zavarjuk. Amatőr. Nem ha akarom, hadd pihenjen. Jó, ha külföldön lenne, azt megértem, de belföldön van, azt szerintem beleférne. Tudjuk, hogy az ő esetében azért ez barokkos túlzás. Azért csörögünk már rá. Hát egyáltalán, hogy kicsönge, be van-e kapcsolva a telefonja, fölveszi, beleszól, letesszük, nem zavarjuk. Olyan, mintha mondjuk hívta volna, érted, egy bank egy új konstrukcióval. Annyi, azt is fölveszi, tényleg? De most fölhívom, és azt mondja, hogy tessék Vadon János, mert ugye így veszik, és letesszük. És mit tudunk meg? Semmit, hogy itthon, hogy él, hogy megvan. Hogy tessék Vadon János, és letesszük? Igen. Úgy nem is mondja, hogy Vadon János. Azt mondja, hogy tessék. Félsz, hogy meghalt, vagy hogy történt vele valami? Ne, hát csak te mondtad, hogy aggódjunk érte, merre lehet. Hívjuk föl többször, és nézzük meg, hogy mikor lesz ideges. És én vagyok a rohadt. Én. Várjál. Azt mondja, van számod hozzá? Van. Kell, hogy legyen. Mondjuk, nekem is van. De várjál. Na most azért tudjuk, hogy a Janinak több telefonja van. Azért, hogy van 4 száma, igen. Melyik a jó, 30-as vagy 70-es? És fölhívjuk. De olyanok vagyunk, mint a gyerekek. Hívogassuk és tegyük le, mondja a feleségem. Többször. Mert van humora. Sose késő felnőni. Mert neki van humora. Gondolod, de milyen nálunk a karácsony. Nézd, ég a fa. Ura. Tehát győződj meg arról, hogy jól van. Igen, hogy él. Hogy él. Jó. Abban a pillanatban, hogy fölvette Ted le. Vadon János, tessék. Jól van. Jó. De rohadék. Nyúzott volt. Egy kicsit. Nyúzott volt. Igen, mert ötig nézte szerintem valamelyik sorozatát. Nyúzott volt. Vagy nem tudtak elindulni ma reggel a kocsival. Rossz kedvűnek tűnt. Én tudom, mi nem így veszi föl. Nem volt benne az a vitalitás. Aha. Az a lendület. Valami nem stimmel. Valami eltört ennél a fiúnál. Defekt. Most hogy? Lerobarás. Viki, nőj már fel, tényleg, hát, mert lassan 40 éves vagy te is. Hívjuk föl megint.
Ugye, hogy egy kicsit nyúzott volt? Igen, na most vagy az van, hogy amiatt ment szabadságra. De cuki, hogy bemutatkozik, az tök helyes. Ez jó. Az bírom, igen. Tőle. Tehát azért ment szabadságra, mert már nyúzott volt előre, vagy most történt valami, és nem tudtak elindulni. Szerintem ugrott a balcsi. Tehát a nagy kirándulás, ugye, hogy én ismerem őt, nem így veszi föl. Valami nem stimmel. Mi reméljük, nincs baj. De legalább jól van. Aha. Ha nem meritek fölhívni, adjátok meg a számát fel, jó, ez fűtjére. Na, egy érdekes cikk jutott a birtokunkba, és szerintem sokan jártak hasonlóan, akiknek vagy ajánlottak valamit, vagy végső elkeseredésükben elmentek kamu orvoshoz, kamu természetgyógyászhoz, kamu léleklátóhoz, lélekgyógyászhoz, és ott olyan gyógymódot tanácsoltak nekik, olyan orvosságot, vagy olyan rituálét, ami aztán nyilván nem segített, mert hogy egy lélekgyógyász, egy ausztrál lélekgyógyász, aki egyébként a fekete mágia, a számisztika, a meditáció és az asztrológia nagymesterének mondta saját magát, és hát azért bajos időkben legalább egyszer ki nem ment már el egy ilyen emberhez, ugye, amikor valami nagy szerelmi csalódás volt, vagy esetleg munkai problémák. Elment hozzá egy 27 éves lány, és a 27 éves lány tartózkodása után a rendőrségnek kellett letartóztatnia ezt az embert, méghozzá az ausztrál rendőrségnek, mert hogy ez a Sydney-ben élő férfi nem csinált mást, mint hogy benyúlt a 27 éves lány bugyjába, és egy ritka tibeti gyógymódot. És volt neve is, ez egy nagyon ritka. Csak a legnehezebb esetekben alkalmazom ezt, hölgyem, értse meg, itt egyfajta gyökércsakra masszásra van szükség, mondta a férfi. Benyúlt a 27 éves lány bugyjába, és megpróbálta, ugye hát az ő elmondása szerint nyilván nem molesztálni a paciensét, a paciens elmondása szerint molesztálni a leányzót. Mindezek után pedig felhívta a figyelmét, hogy ez egy titkos beavatás volt, erről ne szóljon. Erről ne szóljon senkinek. Saját állítása szerint a fekete mágia, az asztrológia és a számisztika nagy ismerője, elmondta egyébként, hogy ez egy teljesen bevett titkos beavatási dolog, hogy a lányok bugyjában kell megtalálni azt a fajta átkot, amit ő megpróbált levenni, nyilván kivonult a rendőrség, és akkor elmondta, hogy mielőtt megbilincselik, hadd hadonásszom még az égbe egy kicsit, vagy az égre mutogatva, hogy valamilyen titkos erőt próbált ezzel megjeleníteni. És akkor, hogy ne lehessen megbilincselni, biztos az. Igen, aha. Hogy ő valamilyen titkos erőt próbál hívni segítség, hogy letartóztatták ki szexuális zaklatásért egyébként, el is ítélték. Aha. Ez nálunk de is hogy volt régen egyébként, mi az általános iskolában csináltuk, hogy sunázásnak hívták már, elnézést, igen, a dolgot. És hát nagyon kevesen jutottak el idáig. Csak ő tényleg nagy mester. Ti is alkalmazzátok a gyökércsakramasszást. Csak azt nem értem, hogy ugye állítólagosan itt a dolog megtörtént, és a nő ezt hagyta, kifizette a cikk szerint, majd elment és szólt a rendőrségre. Tételezzük föl, hogy a te párod, vagy a Viki, vagy a Juli, ha itt van, itt a Juli is. Uh-huh. Juli, majd gyere már egy pillanatra, létszi. Ha elmennél sunázni, hogy tehát ott állsz te, egy ilyen Louis Padre kinézetű emberrel szemben. Kiszolgáltatott vagy, ott hagytak, csalódtál. És azt mondja neked, hogy hölgyem, akkor vegye le a nadrágját. Aha. Miért? Orvosnál is levetkőzöl, nem? Igen, várjál, de orvosnál nyilván levetkőzöl, ha mondjuk egy nőgyógyászhoz mész. De hogy azért ott, tehát azt mondjuk, hogy a Pali nyilván szexuálisan zaklatta, de azért a nőnek is hülyének kell lenni. Nem. Már hogy elment hozzá, ott kezdődött a dolog. De figyelj, na, én is voltam ilyennél, te is voltál szerintem. Egyébként voltam. Mondjuk ti nektek nem kellett, mert kidobtátok a disznólábat az asztalra, persze, és azonnal tudtad, hogy fölfelé állt, akkor az a jó tavaszt hozott, jó aratás, nem? Nagyon jó. A kecskének a szarva lefele konyult. Ha persze, pörzsölésnél, hogyha úgy ugrik le az egyik. A malacfarka. Így van, a balos köröm, akkor már tudod, hogy milyen a termés. Akkor nekem nem kellett elmenni. De voltam Frabátónál egyszer. Tényleg. Ő nagy mágus. A legnagyobb mágus. Hogy tehát itt, de várjál, szóval, hogy a nő 27 évesen, most ezt megcsinálja 14 évesen, de azért te felnőtt nőként elmész, és te hagyod, hogy egy idegen pali meggyőzön arról, hogy ez egy titkos beavatás, egy tibeti szertartás, gyökércsakra masszás, és megmasszírozza a csúnyádat. És ott állsz, és egyébként ezt végignézed. Szóval én mindig azt gondolom, hogy azért a nőnek is ebbe benne kell lenni, vagy megilletődött, és azért, ne,
azért nem, nem szól rá. Tehát valaki könnyékig benne van a bugyitban, azért az nem ugyanolyan, mint egy nem tudom, egy kártyajóslás, nem? Hát de. Tehát a kettő között azért van különbség. Az, egyébként tudod, mi történt? Az történt, hogy ő hit benne végig, hogy ez rajta segíteni fog, tehát az ősi tibeti nunizás, az jó lesz neki, már nem csak úgy lesz jó, hanem megfogja azt a problémát oldani, amivel ő oda ment. De akkor utána ne menjen el feljelenteni zaklatásért. De nem oldotta meg, érted? Tehát vagy hagyom, és akkor viszont nem jelentem fel, vagy nem hagyom, de érted? Nem. Tehát az, hogy hagyom, és utána még viszont én is hülye vagyok, de feljelentem. Nem. Mit keres a bugyimba? Elment a hölgy igen? oda, mert elhagyta a párja. Megcsinálta a tibeti nunit, hazament, a tibeti nuni masszást. Tibeti nuni masszást, hazament, és a csávúja továbbra se volt belé szerelmes. Na, ekkor lett ideges. Hogy ez nem működik, tehát zaklatás? Így van. Aha, tehát ő azért jelentett föl. Ha hazamegy, és a párja otthon van, és szerelmesen egymáshoz bújnak, akkor egy szót nem szól. Ugye Magyarországon halljuk, hogy a navosok mindent kipróbálnak. Képzeld, elmegy egy ilyen navos egy ilyenhez, nem? És azért, hölgyem, adok számlát, de majd csak a végén egy tibeti nuni masszázs szeretnék, és így a két napos mutogat egymásra, hogy ezt melyik vállalja be. Szóval ebben szerintem a nő is azért benne kell, hogy legyen, tehát aki ennyire hülye, hogy ezt végignézi és hagyja. Júli, mondjuk elmész egy jóshoz, tessék. El vagy keseredve, ott hagyott a férjed. Tényleg kilátástalan az egész, ugye sokszor ezzel élnek vissza. És hát azt mondja, függ, hogy... Mennyi ideje nem voltam pasival. Mondjuk ez is igaz. Igen, igen. És hogy kimasszíroz, ugye? Így van. De egyébként ugye egy csomó masszőről lehet tudni azt, hogy bizonyos extra szolgáltatásokat is igénybe lehet venni. Tehát ezt így kézről kézre adnak bizonyos telefonszámokat. Nem lehet, hogy ezt a jóst is így ajánlották? Hogy kézről kézre ment, hogy tudták, igen, hogy ez jó. Tehát lehet, hogy azt mondta valaki, hogy te figyelj, menjél hozzá tibeti masszázsra, és lehet, hogy lesz belőle egy kis nuni masszázs. Én is járok masszázsra, de még nem éreztem soha, hogy bum-bum finisre törekedne a masszőr. Tehát, hogy ez így azért ebben a formában azért... Nem jó fórumokon próbálkozol. Vagy lehet, hogy rossz hogy férfi a masszőr. Tehát igen, ez lehet, és Júli tud az... olyan számot adni neked, aki megcsinálja. Van legalább három. Van, bang, finish. De mondjuk tényleg elmész, hát azért egy adott ponton neked eszedbe kell, hogy jusson, hogy azért nem biztos, hogy természetes a bugyitban turkál, vagy meg tud az ember annyira illetődni, hogy végighagy? Hát meg tud annyira illetődni, de sokkal inkább bennem az a fura, hogy van egy ember, aki fel tudja mérni azt, hogy ki az, akinél bepróbálkozhat ezzel, érted? Tehát, hogy hogyan dönti el az, hogy ennél az embernél nem érdemes próbálkozni, vagy ennél a nőnél nem vethetem be a tibeti nui masszást, mert fel fog engem jelenteni. Tehát érzi, ez a típus érzi, hogy ki az áldozat? Tudja, uh-huh. Hogy nálam megtehetem, a másiknál meg nem. Mondjuk Annát megnézni, hogy bepróbálkoznak nálam, az meg is verni. Az meg, de azért verné meg, mert nem nunizta meg eléggé masszázsilag, érted? Anna megverném, valószínűleg annyira meg lennék illetődve, és annyira zavarba lennék, hogy velem lehet, hogyha ha ennyire nagyon lökött állapotban lennék, tehát már mindent kipróbáltam, elhagyott a pasi, azért ott sok minden össze tud borulni. Hogy te voltál ilyenen egyébként végső elkeseredésedben? Bárkinél, aki az elmentél, és azt mondta, hogy igyál kecskevért, vagy rakjál fonott zsinort az ajtódra, vagy bármilyen? De hogy szedje le rontást. Rontást, kötést. Kötést, meg igen. Oldást, meg akármit. Nem, de volt olyan állapot, amikor nagyon komolyan gondolkodtam rajta. Nagyon szerelmes voltam egy pasiba, és azt gondoltam, nem jött össze, hogy akkor most már valamit az égiekhez kell fordulni, hogy valami kapcsolat létrejöjjön. És akkor elmentél és köttettél egyet? Nem, nem mentem. Aha. El, végül nem jutottam el odáig, mert... Mert anyád adott két pofon, bejött a dolog. Így van, nem, azért tehát annyira meg sikerült megőriznem a józanságomat, tehát végül nem mentem ebbe bele, de volt egy időszak, amikor azért ezen gondolkodtam, tehát erősen. Felmerül. Szerintem megdöbbennénk azon egyébként, ha kiderülne az a szám, hogy valójában végső elkeseredésükben, amikor tényleg nem tudsz kihez fordulni, hányan mennek el. Szerintem legalább egyszer ezen mindenki átesik. A Viki nagy mindenféle emberhez járó, talán el kéne gondolkoznom, hogy mit hogy keres. Hogy is vagyunk, ugye? Hogy mit keres ezekben az embereknél. Múltkor jött haza, mondom, voltál, és mit kellett csinálni? Mondjuk, hogy googolni párat. Mondom, nem akarok többet tudni. Nem, tényleg? Googolt? De és az mire adta? Vagy ez mire volt jó? Lehet, hogy csak rögzített a merevlemezre, hogy a Viki ott előtte Google, és mondom, Viki, úgy nyugtass meg, hogy azt mondtad, hogy köszönöd szépen, és nem googoltál. Azt mondja, működött, bedurantak a cumbizmai. Viki, ne idegesíts, tényleg hagyjál már ezzel, hogy működött. Persze, és a három zsinórlóg az ajtónkon, és leveszi a rontást. Googolt. A jósnál, arra... érted? Googolt. De ezt arra kérted, hogy cserélje le végre a téli gumiaidat? Vagy mire? Ne, az, hogy legyen nagyobb combizma. Vagy tényleg vigyem már el az autóját egy gumishoz, hogy terjem le. Googoljon ötöt. Szóval azért sokfajta módszer van, de nem tudom, mi az a módszer, ami googolásnál igazából utána megoldódik. Tehát, hogy
Nem, minden, nem kérdeztem nekem többet. Nekem egy nagyon közel ismerősöm volt most pont egy ilyen kezelésem. De mit csináltad? Hát ott ez valamilyen energetikai kezelés. De olyan van, tehát hogy az működhet. De nekem az volt a fura, mert beszélt közben állítólag róla, hogy jönnek az UFO-k, meg hogy kik tudják ezt a tudást, meg egyebek. És állítólag utána 2 napig olyan volt, hogy be lett volna tépve. A nő azt mesélte, hogy egészen furcsa állapotba került, és hogy a nő este 11 órakor ígérte neki, hogy majd küld neki energiát az égterben, és 11-kor érezte, az ablak, hogy jön mi? A lökés hullám. 11-kor érezte az energiát. De ilyen, tehát ezek a dolgok egyébként komolyabb rendszerekben működnek, hogy te bizonyos dolgok segítségével te mondjuk gyógyítani, vagy távgyógyítani tudjál, vagy akár energiát adni, tehát ilyen rendszerek azért vannak. Csak ezeket mélyebben kell ismerni, tanulmányozni, tanfolyamokra járni. Tehát azért ilyen rendszereket én is ismerek, sőt bizonyos dolgokat használok is. Erről nyilván nem beszélek, nem akarok a pataki sorsára jutni. Hogy ott ülök majd a Hajdú műsorában, és azt mondom, hogy fénylelkek vagyunk, de nyilván erről az ember azért kevesebbet beszél. De azért, amikor azt mondják, hogy Google-jál 10-et, mert utána leveszem róla a rontást, azért elbizonytalanod. Hát nem kivéve a Wikit. Ő azért jár ezekhez, hogy tesztelje őket. Bejött, gondolom olcsó, ugye? Mehetünk is tovább. Nekem volt egy barátnőm, aki jó sokat járt így végig, cikket írt róluk. Volt, akinehez szűk jól szabottba ment el, kis kosztümbe, kis körömcipőbe, lakkozott körömmel, na ott olyan fényes karriert jósoltak neki, hogy ihajcsuhaj. A következő alkalommal kismama ruhában, na ott jött a következő ikerpár lesz, 3 gyerek, tehát mindig annak megfelelően jósolt az asszony, hogy éppen mit látott maga előtt. Te voltál már jósnál? Egyszer. És mit sztorigálán. Nagyon részegen. Sorba álltunk a jósnő előtt. Ja, hát a sztorigálán mindig a legjobb jósok van. A sztorigálán akkora orákulumok vannak, te figyelj, hogy ott semmi. Frabato és Louis Padre a kanyarban nincsen a sztorigálán felvonultatott hatalmas médiumokhoz. Nagyon-nagyon vicces volt, mert az már ilyen este 11-12 környékén ott már áll, nagyon sok illuminált kis kosztümben álló nő, vagy kis estében álló nő, tartja az egyik kezében a pezsgős poharat, és vár a sorára. És hátulról az Ómolnár mondja, hülye vagy ő a Détót, mondjad neki, hogy jó, mondjad neki, hogy nagyon szép tévés karrier lesz. Általánosságokat mondott, olyanokat, hogy valószínűleg nekem van valami betegsége, mert kinek nincsen valami betegsége. Aha, azt nem tudta megmondani. De utálom az ilyet, akkor semmi konkrétat nem mond. De viszont azt mondta, hogy lesz még egy gyerek. Tehát, hogy nekem 3 gyerek van. Igen? Bekanyarintva, igen. És hogy álltok? Hát egyelőre 2. De mindezt úgy mondta, hogy jön a harmadik, hogy megkérdezte, hogy most hány van, mert úgy én is megmondom neked, hogy elvileg benne van. Nem, vagy azt mondta, nem. Hogy Júli, egyébként látom, hogy most 2 van, lehet, hogy jön a harmadik, vagy nem, előtte megkérdezte, hogy mennyi van. Megnézte a kezemet, és azt mondta, hogy 3 gyereket lát, nekem 3 gyerekem lesz. De azt nem mondta, hogy már 2 van. Azt nem mondta, hogy már 2 van, 3-at mondott, 3 gyereket mondott. És éppen akkor építkeztünk, és mondta, hogy nagy feszültségeket lát a férjemmel. És az mondtam, volt, hogy igen, mert építkezünk. Jó, nekünk is 3-at mondtak. Hát? Tudod, mert ezt nekem is mondták, hogy 3. Aha. Vikinek is annyit mondtak? Neki 4. Ja. A legutóbbi azt tudod, miért ment el? Tudod, miért ment el Viki a legutóbbihoz? Nem. Mondom, hogy oda miért mész? Meg közel van. Ja. Ez elég így. Mondom, ez nagyon nyomósért. Hát ez nagyon fontos, ha az ember így választ. Van a környéketeken még olyan jós, vagy térlátó, vagy nem tudom milyen látó, akit a Viki még nem... Törzskártyája van mindegyikhez. Hallod? Előre veszik. És mindenhol googolhatott. Nagyon nagy játékos egyébként. Jönnek az SMS-ek, hogy ki mit élt már át. És kinek mit kellett csinálni, egészen elképesztő dolgokat írnak a hallgatóink. Az egyik hallgató azt írja, hogy nekem a jós azt mondta, hogy akasszak fel a bejárati ajtó kilincsére egy piros szalagot, amire kösse 9 csomót. És így nem lépett be a lakásomba rossz szándékú ember. Ha komoly fenyegetéstől, rablástól akartam volna megóvni az otthonomat, vagy karamboltól, lopástól az autómat, akkor képzeletben bárányvérrel rajzolt keresztet kellett volna az ablakra tenni. Nem tudok bárányvért szerezni. Esetleg valaki hát tud segíteni? Szóljál, viszek! Írj egy hallgató. De képzeletbe kell a bárányvér, meg a rajzolás. Vagy igazi, vagy bárányvérre rajzolt keresztet az ablakra rajzolsz. Te mit csináltál a Frabatonnál egyébként? Egyszer elmentem hozzá egy viccből, nagyon jó kis bungia van, én mindenféle koponyákkal és füstölő kehelyel, amit el tudsz képzelni, hogy akkor most ő nekem jósol, és mondta, ezt 10 évvel ezelőtt körülbelül, hogy az elkövetkezendő 3 évben nagyszerű külföldi karrier vár rám. Mondjuk voltam 2-szer Horvátországban nyaralni. Mondta, hogy nagyszerű külföldi karrier? Nagyszerű külföldi karrier vár rám. Nem tudtam hova tenni, de mondom, azért 2-szer voltunk Horvátországban abban a 3 évben, úgyhogy én meg vagyok. Ha szupermasszázs szeretnél, Balázs, várlak szereteted, ülj a 2 ujjas Bang Bang Józsi.
Jerry Jones főmágusnál szexuális rontás levétel címén orálisan kellett volna őt kielégíteni, mindez 15 ezer forintért írja nekünk egy hallgató. Aha, mert hogy bemegy az ő anyaga, és akkor a rossz kijön belőled. Világos. Atya Isten. Egyszer egy cigányasszony gyorsolt a tenyeremből, és elmondta, hogy egyszer születik egy gyermekem, vagy fiú lesz, vagy lány. Igen, okos. Nekem a saját nagymamám csencselt egy táltos oklevelet egy bolhapiacon. Addig nézte a nappali falán, amíg elhitte, hogy ő is az. Egy találkozásunkkor leültetett a saját nagymamám, megfogta a fejem, majd megkérdezte. Kisunokám, érzed? Oké, mama, de mit? Azt nem tudom. De ő egy táltos, és valamit biztos kell érezned, mondta a nagyi. A legjobb, igen, ilyen jósolós, a legjobb jósolós trükk, hogy volt egy ilyen világhíres ember, aki még mindig megmondta, hogy fiút vagy lányt fog-e szülni. Ismered a sztorit? Nem. Bementek hozzá a nők, ugye, hogy mondja meg. És akkor azt mondta neked például, vagy a kedves feleségednek, azt mondta, hogy lány lesz. És ő ezt beírja egy könyvbe. Ő mindig az ellenkezőt írta be, hogy fiú. Ugyanis, ha te tényleg lányt vártál, akkor elégedett voltál, mert az, ugye azt mondta az orákulum, hogy lány. Ha te fiút szültél, akkor ő visszament hozzád reklamálni, de neked a fiú volt beírva. És meg tudta mondani, hogy maga 3 hónappal ezelőtt itt járt, be van írva, hogy fiú, tessék. Mondjuk Louis Pádre ezt a rendszer csak azért nem tudja lenyúlni, mert ezt ő már nem érteni. Nem. Igen, de működne. Őt már elhassalt volna. De ez jó ötlet. Nagyon jó. Tehát ellenkezőt kell beírni, mint amit mondott, hiszen hogyha eltaláltad, akkor úgy sem vissza panaszkodni, ha visszajön, akkor neked be van írva az ellenkező. Én fiút mondtam, maga hallotta rosszul. Szenzációs. Nagyon okos. Mekkora ötlet. Nagyon okos. Egyszer megvizsgált, írja egy hallgató, hogy jó, és le kellett feküdnöm egy asztalra. Mindenféle csikiző dolgot húzogatott rajtam, nem láttam mi az, mert be kellett csuknom a szemem. És ott írja nekünk egy hallgató. És ott is húzgálta? A csúnyádnál? Vagy? Igen. Én hallottam már olyat, írja egy másik hallgató SMS-ben, hogy nézzek meg egy videoklipet, vagy bökjek rá egy újságra, és be fog villani a megoldás a problémára. Azokban fogom meglátni. Kiválasztottam SP egyik klipjét. De nem jött a nagy megvilágosodás. Lehet, hogy rossz klipet választottam, kérdezi. Figyelj, az a megdöbbentő, hogy egyébként ebből emberek mennyire jól élnek. Nem? Szóval most képzeld el, hogy mondjuk 5000-et kérsz emberenként, és egy nap eljön hozzá 10 ember, és mindenféle baromságot mondasz. És meg vagy havi, vagy mindig keresel napi 30-40 ezer forintot, 50-et, számlamentesen, amíg a NAV rád nem töri az ajtót, nem? És hogy egyébként ebbe emberek belekapaszkodnak. És nyilván van ennek azért egy olyan mélysége, amiben valóban bele lehet, tehát van asztrológia, van karma-asztrológia, tehát van számos olyan dolog, ami azért természetesen fontos, jó, és nem minden ilyen emberrel foglalkozó kókler. Aha. De hát azért nagyon-nagyon sok. És 10-15 ezer ilyen állatot. Gondold el, milyen jól élsz belőle. És rá lehet vajon kattanni? Ja, hát, hogy? Értem, hülye kérdés volt. Kérdeztem magamtól, rá lehet kattanni, aztán láttam a Wikit. Ja, ő teljesen, de ő már szerintem csak maga szórakoztatására megy, igen. Frabátó vagyok, a fénygyermeke, Jóska. Azt mondta Jós, írja egy másik hallgató, hogy 2 gyönyörű gyermekem van, mire én mondtam neki, hogy maga téved, mert 3 gyermekem van. Erre ő azt mondta, csak azt hiszi, hogy 3 gyermek apja. Béla papa, az Ivekos írja nekünk. És akkor hazamész és megvered az asszonyt, hogy kitől van a harmadik, vagy mi? Igen. Nehéz. Egyébként még az lett volna jó válasz, hogy 3 gyönyörű gyereke van, nem annyi van, 2, a harmadik csúnya. A harmadik nagy oroda. Igen. Balázs Viki nálam volt, jó volt, főleg nekem. Kösz. Írja nekünk egy hallgató. Jó, nézzük meg még, hogy kinek mit mondtak. Jó, van még néhány percünk arra, hogy SMS-eket olvassunk be. Jövünk vissza mindjárt egy apró szünet után. Kinek mit tanácsoltak? Most leginkább nem csak az, hogy mit csináltak, hanem hogy mit mondtak, milyen praktikákat ajánlottak, és bejött-e. Morning Show. A Klassz FM-en. Siker, boldogság, egészség, szeretet. Tavasz. Köszönöm. Látom a tavaszt. Jönnek az SMS-ek, hogy ki mit élt már át. Pro és kontra. Egyébként vannak, szóval van, akinek működött, van, akinek nem. Azt mondta Jós, hogy nem ez az utolsó munkahelyem. Másnap ki voltam rúgva, írja Magdi. Apu anyu a Margit szigeten volt egy jósnőnél, aki megjósolt, hogy el fognak válni. Fater erre úgy kiverte a balhét, hogy összevesztek és el is váltak. az milyen szép. Nagymamám, aki varázsló volt, egyszer azt mondta, kisunokám, a 10. születésnapodra varázsolok neked, mit szeretnél? Hatalmas falloszt vagy szenzációs memóriát? Nem emlékszem, hogy mit válaszolta. 9-7.
Hirdetem nekünk, köszönjük szépen. Nekem azt mondta egyszer egy jós, hogy csak akkor gyógyulhatok meg, ha elválok a feleségemtől. Márk vagyok, 16 éves, még soha nem is volt. Még soha nem is volt feleségem. Azért vannak nagy benézések. Én már voltam démonűzésen, és amikor meghallottam, hogy vért is kell adni, majdnem rosszul lettem, de nem tudtam kimenni a teremből, mert 4 boszorkány volt körülöttem, nem mertem kisétálni. Azóta félek a sötétben, viszont minden bejön, amit mondtak, írja egy hallgató. Tavaly a majálison egy jósnő papagája kihúzta nekem egy kalapból a lottószámokat. Azóta vársz, gondolom. Azóta várok, hogy ez bejön. De már nagyon tetszik majális és a jósnő papagája. Tudod, mennyire reális, nem? Nyilván a majális alól valami nagyon durva orákulum van ott. És miért nem a jósnő húzza ki? Hát persze, hogy a jósnő papagája húzza ki, tudod? Mekkora cirkusz, nem? Jöjjön aranyom. Robika kihúzza magának a lottószámokat. Óriási. Mi a 6 hónapos lányom egészségügyi gondja miatt voltunk varázslónál, transzba kellett esnünk, miközben a nejem, micsoda, megszoptatta, tisztába tette a kicsit, készröhely volt. Nem tudom, ja, és a díjazás az 5000 forint volt, egy kereplővel állapította meg, hogy mennyit fizessünk. És ezért fizettet? Igen, és az a baj, igen, tudod, hogy itt jóindulatú, hiszékeny emberekkel élnek vissza. Én sokszor mondom, hogy talán kicsit az is ludas, aki azért elmegy és ebben hisz, de van az a típusú elkeseredés, vagy kilátástalanság, vagy tanástalanság, amikor már mindegy, csak valaki mondjon valamit, nem? Uh-huh. És ezzel a lelkiállapottal élnek sokan vissza. A sógornőmnek azt mondta a jósnő, a férje pár éven belül megköszöni az eddigieket, és meghal. Javasolta az életbiztosítás kötését, amit nála meg is tehet. Hát, figyelj, ez a tök. Na, ez szép. Ez a tök. Na, ez szép. Hogy egy biztosítási ügynök, aki egyébként jósnak álcázza magát. Igen, ugye? Uram, és hogyha előre gondoskodik a koporsójáról, az 10% kedvezménnyel tudjuk adni. Még ezt is bevette volna a bizniszbe. Okos. Nálunk az anyós jár rendszeresen jósnőhöz, aki megmondta a párunknak, vagy a páromnak, hogy fiunk lesz. Majd mikor az orvos az ultrahanggal mutatta, hogy kis csaj, az anyós kiborult, őrjöngött, és közölte vele, hogy olyan nincs, a doki úgyis rosszul látja. A jós mondta a frankot, aztán természetesen kiderült, hogy nekünk lett igazunk. Na azért itt van egy kis baj. Igen. Nem? Nekem azt jósolták egyszer, hogy látom a tenyeréből, hogy egy héten belül virágokkal és dicsérő szavakkal árasztják el. Kezdtem örülni, mikor folytatta tovább, mi sem természetesebb, ez egy temetésen. Vannak jó SMS-ek, mondjuk a jósnő, aki egyből életbiztosítás köt, zseniális. Zseniális. Áru kapcsolás. Zseniális. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Peti beteg, képzeljétek el. Jobbulás neki. Jobbulás. Lebetegedett a mi drága Petink. Ő az influenza első áldozata. Már el is vitte. Jó, úgy értem. Szörnyű hírt kell bejelentelem. Borzasztó, ez a péntek, mint gondoltam. Élő adásban kell megtudni. Nem, Peti tegnap írt egy meglehetősen szomorú hangételű e-mailt, amelyben mélységes mélygyászsal közölte, hogy hangja nem terjed ki arra, nem is tudom, mire, hogy tudjon énekelni, úgyhogy nem tudott Peti érteseket készíteni. De miért nem csinált kis videókat, akik minket elbábozza, mondjuk. Jó lenne. Igen. Szegény, jobbulás neki. Peti, hallgatsz minket. Van egy meglepetés vendégünk, és annyira utálom a meglepetés vendégeket, ezt el nem tudom mondani, hogy valaki, aki be akar most ide jönni. De hát úgy ahogy te hype-olsz, úgy nem hype-ol föl senki semmit. És hozott is valamit, képzeld el. Mert te már tudod, hogy ki? Nem, benne van az adás, mert van egy meglepetés vendégünk, és hoz valamit. Figyelj, ki kellett hozatni a Rudimat. Képzeld el, nem mehetem be. Rudolfért. Ja, ott volt bent a, igen, ben, hát a szobánkban, a Morning Show szobában bent volt? Igen. És onnan kellett kihozatnom, mert hogy nem mehetünk be mi se. Úgyhogy én is már nagyon kíváncsi vagyok. Ki az, aki nekünk meglepetést akar hozzá? Próbáljuk meg kitalálni, tessék, ki jön most hozzánk. Azt mondja, Mikulás, hogy... Mikulás már volt, Jézuska volt, a Peti beteg. Nyuszi gyarús... még nincs. Várjál, nem lehet, hogy itt a Peti betegsége kicsi kamu, és valami, tehát valami ilyen, jaj, nem csináltam anyagot, beteg vagyok, nem? És beküldött valakit maga helyet? Nem, csak most gondolom, most hangosan próbálom összekapcsolni, mert gyanús, hogy most hirtelen pénteken jön egy meglepetés vendég, de egyébként Peti beteget jelent. Nem lehet, nem? Nem lehet, hogy kaptunk egy Dorothy Black live show-t. Ő kicsoda. Nem, Mészáros Dóri. Ja, ebben vannak hiányosságai. Ő Dorothy Black néven fut, igen? Is. Jézus! Na ez jó! Hogy miért gondoltam
Pálya úr! Miért gondoltam, hogy te leszel? Atya úristen! Pauli! Páko! A következő mondatban mondtam volna, hogy szerintem te vagy. Ha egyet tippeljetek, szerintem rátippelek. Igen. Jól sejtettem! Igen. Hogy vagytok, fiúk? Zevasz, Páko! Black, de nem Doroti. Jó, közel van. Black, csak nem Doroti, igen. Na, mi van vele, te őrült? Nagyon-nagyon jó vagyok. Én azért meglátogom titeket. Ez az jó kis meglepőzésre szántam, ez a mai napot. Igen. Jó, közel a mikrofon. És hozom nektek egy ajándék. Egy ajándék. Ezzel akarom ívni titeket, ez az esküvőmre. Mert nálunk ez a szokás, valaki ajándékot hozott, ezzel csak hívni kell a másikkal az esküvőmre. Szeretni, hogy a ti is ott legyetek Nigériában, március 29-en, ott a helyet. És hozom ezt ajándék. Jaj, Istenem, igen. Hála Istennek, én nem vagyok rajta, én nekem nem kell mennem, gyerek. De, rajtad van, vagy a kicsi elszúrtam, de nem vagyok közel közel. Én már láttam egyszer, de szerencsére már elfelejtett. Igen, én is láttam valamelyik fókuszban, hogy Páko úgy elkezdett festeni, megfordította a fényképet, vagy ezt a festményt. Jani, Balázs, és hát Ferinek mondja, hogy elrontotta, mert hogy véletlenül... Sajnos, igen, hogy Páko. Pákót rakta be középre, de hogy akkor Feri a Páko, hogy hol a Feri a Páko, igen. Istenem, nem kell utaznom Nigériába. De Feri a szerencsés, hogy nincs rajta. És mi történt az arcommal, Páko? Monoklim van? Vagy ez az micsoda? Nem, egy kicsi megbanultál. Kicsi megbanultál. Jézus, igen. Itt a Jani, kicsi izé. Itt kopász, tudod? Ja, igen, látod, igen. Kopász nagyon. De Páko, a Jani még hagyján, de a Balázs, te Jézus. Atya, és nyugtassatok meg, hogy vissza, nem? Tehát, hogy hát ez az te vagy. A kép alapján én tényleg örülök, hogy élek, és hogy ilyen szépen rendbe rakták, újra összerakták az arcomat a frontális baleset. Igen. Páko, ezt lábbal festetted? Vagy ez hogy sikerült? Hogy nem, a kézzel festettem. Kézzel? Hát, a nevem... Jézus. A Páko Picasso, a nagy festő. A nagy festő. Pablo Páko. Tudod, sokszor mondom, hogy neked a legjobb. Neked a legjobb. És ezzel szeretnél minket meghívni az esküvőre? Abszolút. És hol a Feri? Lehagytad? Vagy később jöttél? Nem. Hát mondom, mi? A Feri a fekete a közepén. Igen, hogy a jelen esetben a kép közepén ugye Páko van, de hát akkor a Feri elvesztette a haját, és fekete lett. Egy az egybe Feri egyébként. És mi mögöttünk az a hőközpont. Tényleg egy valami csőrendszer, vagy ez micsoda mögöttünk? Nem, a csőr azt jelenti, amit álltunk van, hogy energia folyik. Aha, folyik, tudod, és azt tudja, a Class FM, tudod, meg a minden, a vundásom, meg annak ideje, meg a minden, a vundásom, hogy a minél több sikeres legyen, ez a csőr. Fúj benne, ez energia, tudod, érted? Figyelj, és az, amilyen aukció már értékesíted, vagy lesz majd valami, vagy készülsz? Képértékesítés, segítek, hogy eladod majd, vagy mi lesz a sorsa? Soba kerül, ez eladás is, de egyenlőre, eddig a festmény van eddig, amit már festettem, lesz a kiállítás is, nagyon-nagyon komolyan veszem ez az egész a Paco Picasso, a nagy festő, és el kell, hogy mondja. Ne hagyd abba, ne hagyd abba, semmiképpen ne. Semmiképpen, Balázs, még senki nem látta a bőrát ültetése után. Ezzel képen viszont már egyetlen. A bal szemem egészen furán áll egyébként. Ez volt egy ilyen ráztalanító. Túlhúzták. Túl vagyok egy botox kezelésen tulajdonképpen, tehát így nézek ki jelen pillanatban. Egy kicsit túlhúzták, igen. Én meg ugye ott látszódik, hogy a bal arcomat letépte a medve. Készültek fotók magáról a képről, fölrakjuk. Itt vannak a Balázs. A nagy óra, tudod? Itt van egy nagy óra, nagyon jó. És hogy áll az esküvőd, mi újság? Hát letelted ezt már. Nagyon szép, köszönjük szépen, nagyon drága vagy. Te jelentkeztél be, hogy ezt szeretnéd nekünk behozni? Ez kis meglepetés. Erről nem beszélünk, de azt már meg tudjátok majd az adás végén. Szóval, mi volt a kérdés? Hogy áll az esküvő? Hát esküvőn, el kell, hogy mondjam, esküvőn nagyon jó állunk az esküvőre. Már a szüleim, már minden felkészülnek előre. Lesz mindenféle asszonynak a ruhájat, mert olyan ruhát fog fogni. Ruhában lesz? Ruhában lesz, ilyen angyomány esküvő ruhában lesz asszony, ami ilyen afrikai
tipikus afrikai a viselet. És erről tud, hogy ilyet kell majd fölvenni, vagy ő viszi a kis fehér ruháját, és nem ilyet? Nem. Megmérettük az asszonyt. Megmérettétek. Igen. És akkor elküldtem az anyáméknak. És de előtte, amit a korábbi a Class FM-ben volt ilyen adásunk, hogy el kell kérnem az asszony kezé. Na, azt mondtad, hogy mész Erdélybe, igen. És mindenféleképpen megyek, a február 11-én megyek haza, a Erdélybe, és ott fogja a vesszal. Egy nigériai Magyarországon élő ember megy Erdélybe. Ez annyira vegyes, hogy az hihetetlen. Ez hihetetlen, hát most hát ott a helyem. És szóval... akkor kikéred a párodat, amiről beszéltünk, igen. Ez is szokás, hát Magyarországon. Uh-huh. Hát ki kell kérni. És mi van, ha nemet mond? Hát akkor nagy baj van. Hát akkor nagy baj van. Akkor nem viszed Nigériába. Hát akkor nem viszed Nigériába. Akkor nem viszed. De remélem, hogy egyet mondod. Mert jobban vagyok kész az apjával. Hát figyelj, vegyél tornóbiztosítást a repülőjegyre, aztán maximum lesz tornózott, ha nem mentek, nem? Tehát még ha apa nem adja oda a lányát, akkor még tornozni lehet a repülőjegyet. Igen. Hányan mentek körülbelül ki Nigériába? Három megyük én. Hárman mentek? Igen. Uh-huh. Én, asszony és az apja. Viszed a papát is kérdés kövére? Igen. Uh-huh. De a kérdés azt tudja, ti is jöttök. Nem? Ti is jöttök. Mit tudom? Mert... Fihet, izgalmas a srácok kettős. Ez nem az a kérdés. Nekem jó. Most ezt tisztázunk. Na, Feri jó. Én nem megyek, Áram. Páko. Nem megyek. Nekem már ez is sok, hogy itt ülsz. Nem. Figyelj, Páko, mi lesz az asszonykát teljes neve? Hogy fogják hívni? Hát a Lapitené. Lapitené? Emese Lapitené. Tehát Lapitené, Emese, ez lesz ennek, hogy Lapitené. Van Lapitené, szó szerint Lapitené. Lapitené, ma alig várom. Hát nem neki a legjobb srácok. Hát egyértelműen. Mutass még egy embert, aki mindig ilyen boldog, nem? Hát én nem tudok még egyet. Jó van. Tehát Lapitené, Lapitené. Igen, Emese, mit mondtál, Emese? Emese, Lapitené. Emese. Szép név. Szép. És meddig tart majd a lagzi? Három nap? Egy hétig. Nem áll, nem tud egy lagzi egy hétig tartani. De tud, megyünk tovább. Hova megy? Mi a megy? Elvesz még egy nőt. De nem erre gondoltam. Egy hétig? Nem. Hát, Nigériában csak egy ünő lehet elvenni. Nem lehet kettő vagy három. Én nagyon-nagyon szeretném Emese továbbra maradni vele, mert nagyon-nagyon kedves, aranyos, szimpatikus nő. Aki tudja, milyen a belsője, az azt mondja, Páko, tényleg megfogtál. A jó tuti. Az jó, az a no. Jó. Te jó hangzik. De lehet, hogy egyébként Páko félértetted a kérdést. Azt kérdeztük, hogy ez esküvő meddig fog tartani, nem a házasság. Hova lesz a Nászút? Ott Nigériát bebarangoljátok? Vagy merre tovább? Nászút? Vagy hazamentek Erdélybe? Nem. A Nászút, ott még nem tartok meg most szintén, mert annyira felkészülés van. Hát gondoljátok bele, innen elmenni Nigériába esküvőt tartani, hát tudjátok felfogni, hogy milyen készülés van. Hát le kell repülni, leszállni, felkészülni minden, és jönnek a vendégek. Ez tényleg bonyolult dolog. Hát ezt értem, de én belemegyek, Feri. Érted, én belemegyek, és ezt meg fogom csinálni. De a kérdés azt tudom, mindig nem válaszok a kérdésemre, Jani és a Balázs és a Feri, hogy jótok esküvőmre. Mert azért. Ha engem tényleg meghívtok, én nagyon szívesen. Páko, én félek, szívesen. Hogy kicsinálnak minket. Az első este szabálnak ott meg minket, de figyelj, a komoly a meghívása, ne legyünk puhák, menjünk el. Figyelj, Páko, Balázs ott összefut néhány nigériai közterületessel, annyira ki van rájuk hegyezve. Nagyon ki vagyok rájuk. Nem lesz semmi bajotok is. Vannak Nigériában közterületesek? Vannak? Vannak, igen. Vannak. Igen? De velem vagytok. Ja, nem, hát az egészen megnyugtatok. Nem velem vagytok. Eddig izgultam, de most megnyugtatok. Eddig levert a víz, de most már, hogy te is ott vagy, hát veled aztán abszolút, meg egyszerűen, komolyan mondom, megnyugodtál. Te is ott lesz. Ja, van ilyen, hogy nászinduló, tudod, amikor bejönnek a magyar párok, akkor ott ilyen fáradt ilyen termekbe, ott mindenféle nők ilyen karszalaggal magukon, és akkor ül egy zongorista és zenél, és akkor arra kell végigvonulni. Nálatok van valami, hogy sétálsz majd a mennyasszonyoddal, és akkor ott dobolnak, vagy énekelnek. Abszolút, van ilyen Nigériában, szó szerint, hogy elindulunk nagy tömeg, ja. A dobolás, a konga dobolás, és elkezd énekelni, és így elkísérünk az asszony, az óta elé, és azt mondja,
Kila mi se tawun fo pa won yi o iyawo la mi gbe e o kila mi ise tawun fo pa won yi o iyawo la mi gbe e o iyawo la mi gbe e o Csináljunk már egy kitelepülés Nigériába. Kila mi se tawun fo pa won yi o iyawo la mi gbe e o iyawo da iyawo gege iyawo la mi gbe e o. És ekkora kell odaérni. Miért nem megyünk ki, nyomunk egy morgisótornak? Komolyan mondom, három jegy Nigériába, meg ott egy szás, nem egy annyira vészes összeg. Biztos, hogy jobb volt, csak mondjuk, hogy ez fog benni, másfél múlva egy országhúba dőlök. Amilyen szerencsétlen vagyunk, ott valaki úgyis levadász bennünket, és egy nap alatt a Ferit azonnal elkapják hárman, tudod? Én vagyok a nagy fehér főnök. Mondjuk már tényleg. Ha valaki mellett biztonságban vagyunk, az Feri, elbújjunk mögé, ordít egyet, ott elszaladnak. El kell menni és csinálni Nigériába egy morning show-t. Komolyan mondom, hát miért nem csináljuk meg az esküvőjét? Nem lenne rossz egyébként. Mikor van? Március vége? Igen, március vége. Március vége. Hát hárman kell menni, plusz egy ember, kijön a gyugyó, igen. GPS-szel föllőjük ott, vagy ilyen 3G-vel valami. Van internet? Van 3G? Van. Nincs, akkor messze. Akkor csinálsz. Messze ezen valahonnan. Föllőjük műholdra valahogy. A pontos GPS koordinátákat azt adjuk meg a technek azért. Szerintem nem jönnének értünk. 30 forintot sérünk, nem indulna a tekmentő akció. Egy nigériai morning show. Hát ezt nagyon-nagyon tudnám szeretni. Leszállunk a repülőről, ott még mennyit kell autóval utazni? Ez egy hosszabb túra? Hát nem, ez egy két órát. Két óra? Óra maximum. Uh-huh. Oda. A gyalog, mert oda, nincs de autó. Vissza 9. Ott most van nyugi? Nyugi van nálatok? Hát nyugi van. Nyugi van? Most jelenleg nyugi van Nigériában. Béké, peace, everything. Jó, mert azért sose lehet tudni. Ott azért ott pillantok alatt történnek változások. Igen, szomáliai rokonokat vártok eset? Belekeveredünk ott valami csúnya banda háborúba, azért az nem szép. Nem. Na jó van, Pákukám, nagyon drága vagy, hogy behoztad nekünk ezt a képet. Mit csináljunk vele? Tegyük fel a falra? Abszolút, azért hoztam. Feltegyük meg fordítva? Nem lehet lefordítva, nem lehet. Szóval, neked hoztam is akkor. De rendes vagy. Legközelebb csinálj egy olyan képet is, amin a Feri is rajta van. Kérünk egy olyat is. Jó, jusson ki neki is a jóból. De az nagyobb legyen, mint ez. És csak a Feri legyen. Igen. Jó. Na vigyázzál magadra, a lány kérése megvan már, hogy mit mondasz, vagy tudod már? Valami kis szöveg, amit betanultál. Hát mindjárt itt van a február drága közepe. Apuka. Drága igen, apuka, azért drága jöttem. Apuka. Van valami? Ja, nem. Mondjátok tovább. Ja, nem drága. Készültél? Nem. Én azt hiszem, úgy illik ilyenkor, hogy elmenni, azok legalább 3-4 pálinkát tudom a kezembe. Aha, jó, ez egyébként nem, jó, szerintem ez nem. A keske, vagy mit tudom, a csíket, minden mindenféle kérdés. Bepakodom a kosiba, és azt mondom, drága, aposom, neked ezt osztom. Csak engedjen a lányodat, hogy feleségül vegyek. Hát nem, hát milyen szép, nem, Feri. Páko, neked a legjobb, sose feled. Sose feled. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél. Egy képet még kérünk a Feriről is, akkor jó legyen ez a... Jó, jó. De most ne foglalkozz, mennyi az esküvőre. Ez a beugrónk az esküvőre, hogy Feriről is egy képet. Te ne fukarkodjál a színekkel. Ez a kutya bajom. Nem, ez a kutya bajom. Nekem jó ez, hogy csak az megy, aki ajándék. 3 óra megfestelek. Ez is látszik az 3 óra. Ez mennyi ideig készült? Ez mennyi ideig csináltad? Ez az 3 órát. Jézus atya úristen. Igen, az 3 óra. 3 óra. Ebből 2,5, amíg kikeverte a színeket. Na jó van, Pákokám. Bauni! 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 Kilámsé! Gyerekek, nem neki a legjobb adom. Mutassat, ami hétig tart az esküvőn. Felejtsd el, nem megyünk. Ideg összeroppanál. 2 nap után. Ugye, hogy a repülő fölkötöd magad, megőrülsz. Ki akarsz ugrani? Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show.